Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás A és A számára. Kedves A és A, üdvözöllek téged, ezt az álnevet te választottad, jól hangzik, és mielőtt elkezdeném a horoszkópotokat megtekinteni, és ezt a jóslást, szeretném elmagyarázni azt, hogy mit jelent kárma, és mi ez a kármikus fordulat. Nekünk van egy lelkünk. Ha meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a testünket, elhagyja a földet, és visszatér az isteni hatalomhoz. A léleknek megvannak az emlékei, az érzések is, és visszatekint arra az időre, a múltra, amit itt a földön átélt. Ez olyan, mint egy film. A lélek megtekinti ezt, amit átélt a földön, és amikor ez a film befejeződik, akkor azt én úgy tudnám elképzelni, hogy a jó Isten megkérdezi, na, most hogy érzed magad? Felszabadultnak és boldognak, vagy nyomaszt téged valami? Ha a lélek bizonytalan, vagy vannak félelmek, vagy úgy gondolja, hogy nem is élte azt az életet, amit szeretett volna megvalósítani, akkor megvan arra a lehetőség, hogy a lélek visszatérjen a földre. Benne van ebben a kerékben, ezt úgy nevezzük, hogy ez a sors kereke. És választ egy utat, választ egy arany utat, egy arany közép utat. Ez látható a horoszkópban is, mert ez olyan, mint egy térkép. Ez az az út, amit a lélek kiválasztott. És itt vannak ilyen kármikus témák is. Ez látható a horoszkópban, mert van egy lefele mozgó holdcsomó, amit mi Ketunak nevezünk. Ez a sárkánynak a farka. Ez mutatja a múltat. Mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. De ennek a sárkánynak van egy feje is, és az, amit a lélek keres, egy kiutat, vagy új lehetőségeket, vagy egy új életterületet, és ez a felfele mozgó holdcsomó, amit a lélek kiválasztott. Ezek a holdcsomók mozognak, és szeptember végén elhagyta a lefele mozgó holdcsomó Kétu a nyilas jegyét az indiai számítás szerint, és átkelt a szkorpión jegyébe. Ott marad 2022 tavaszáig. És a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ennek a sárkánynak a feje, elhagyta szeptember végén az ikrek jegyét, és áttért a bika jegyébe, ott maradt 2022 tavaszáig. Tehát most van ez a kármikus fordulat. Hogy hat ki rátok? A te horoszkópoddal kezdeném. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a rák jegye kelt fel a keleti határon. Ez befolyásolja a te fellépésedet, külsődet, a személyiségedet. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó. Te segítőkész vagy, vannak érzelmeid, nagyon jó az intuíciód is, és a rák jegye mutatja a családi kötelékeket, a család. Ez a biztonság számodra nagyon fontos.
Itt található a te horoszkópodban egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra is, itt is vannak kármikus témák, azon kívül Szaturnusz bolygó őrzi a kármát, tanít bennünket. Téged arra tanít, hogy éld a személyiségedet, és hallgass a belső hangodra. Ne mások mondják azt meg, hogy te hogy öltöz, milyen legyen a fellépésed, vagy hogy viselkedj, hanem légy olyan, amilyen te szeretnél lenni. Ez a te leckéd. És te ezt érzed is, mert ez hat a rák jegyében, és itt érzelmekről van szó. Azon kívül hallgass a belső hangodra, az intuíciódra, mert ez nálad a bölcsesség. Ez a Szaturnusz bolygó nem csak a kármát őrzi, hanem a sors utakat, a sors bolygója. Szaturnusz bolygó mozog jelen pillanatban, tehát ebben az évben és jövőre is a bak jegyében van, az nálad a hetes életházra hat ki. Ez a hetes életház utal a párkapcsolatra. Mivel Szaturnusz bolygó itt mozog másfél éven keresztül, itt lesznek sorsdöntő változások, vagy egy sors kapcsolat. Ráhu a felfele mozgó hold csomó, ami egy kiútat jelent, az szeptember végéig az ikrek jegyében volt, az nálad a 12-es életház, ahol a titkok vannak, és a múlt is, kármikus témák is. Ez az ikrek jegye megtanított arra, hogy a mélybe tekints, vagy légy visszahúzódó. Érzed a titkokat is, megvan nálad ez a hetedik érzék, ami súgja neked, mi lesz a jövőben. Itt van nálad ez a belső tudás, és ez érezhető volt az elmúlt másfél évben. Az is lehet, hogy valami titokzatos volt, vagy mások elmondták a titkaikat, de ebben a 12-es életházban nem csak a titkok vannak, hanem az ellenség is. Ezzel is szembe kellett, hogy nézzél. Szeptember végén elhagyta Rahu az ikrek jegyét, és jelen pillanatban a Biga jegyében van, ott marad 2022 tavaszáig, ez nálad a 11-es életház. Itt a horoszkópodban, ebben a 11-es életházban van egy visszatekintő Mars bolygó. Ez utal a te erődre, de a lelki társadra is. Mivel Mars bolygó visszatekintő, itt van köztetek egy kármikus kapcsolat. Ez a férfi a 11-es életházban van nálad, ez utal a reményekre, de ez a 11-es életház mutatja a barátságot is. Itt mozog most Ráhu, itt lesznek újdonságok, a baráti körödben is, de ez a 11-es életház nem csak a barátságokat, a baráti kört mutat, hanem a reményeket is, a kívánságaidat, és itt megjelenik ez a férfi. Itt lesz egy új irány kettőtök között. Kétú a lefele mozgó hold csomó, az utal a múltra, szeptember végéig a nyilas jegyében volt. Másfél éven keresztül a te horoszkópodban ez a hatos életház
és ez a munkára utal. Itt voltak karmikus emlékek, vagy valami, valaki visszatért a múltból, és kihatott a munkádra. Számodra ez egy fontos életterület, mert itt a hatos életházban a nyilas jegyében van a napod. A nap szimbolizálja az apukádat, de a te énedet is, ahogy te valamit kibontakozhatsz, ahol a középpontban állsz, vagy egy fontos életterület, mert ez áll a középpontban, és ez a munka. Merkur bolygó szintén itt van a hatos életházban, az utal a gyermekkorodra, az ifjúságodra, de arra is, hogy a munkahelyi területen jó kapcsolataid vannak, itt kialakíthatsz valamit, van mindig valamilyen mozgás, és ügyesen intézed a dolgokat, nagyon okos vagy. A nyilas jegye utalhat külföldi kapcsolatokra is, vagy egy belső utazásra. Itt kellenek konkrét célok. Kétó az itt volt szeptember végéig, és most elhagyta ezt a hatos életházat, és átkelt az ötös életházba. Ott fog lenni 2022 tavaszáig, itt lesznek kármikus témák, itt gyermekekről van szó, vagy gyermekkori emlékekről, de ez az ötös életház mutatja a te színpadodat, így elképzelheted az életet, és a te saját színpadodat kialakíthatod, és te játszod a főszerepet. A te horoszkópodban, itt az ötös életházban, a Szkorpión jegyében van a Vénusz bolygó és Neptun bolygó is. Vénusz bolygónál a nőiesség áll az előtérben, és a szerelmi kapcsolat. Itt az ötös életházban van ez az élet öröm, és Neptun bolygó mutatja az álmaidat. Ez az álom megvalósul, és ez az a kármikus csomó, az mutatja, hogy itt lesz nálad egy sors fordulat. Ami még fontos Neptun bolygónál és Vénusz bolygónál is, mert itt van egy hasonlóság a két bolygó között, mindkettő előnyös a művészet területén, és az nagyon jól passzol itt ehhez az ötös életházhoz. Az ő horoszkópjában, nem tudom, hogy a holdcsomók melyik területen hatnak, azt sem, hogy Szaturnusz melyik életterületen befolyásolja az ő sors útját, mert nem tudjuk azt, hogy ő hány órakor született. Kétó a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal és kármikus témákra, azon kívül egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, aki őrzi a kármikus témákat, és Szaturnusz bolygónál a visszatekintő utal a múltjára, mindkettő, tehát Kétó és ez a visszatekintő Szaturnusz bolygó is, mindkettő az ikrek jegyében van. És szeptember végéig itt volt az ikrek jegyében másfél éven keresztül a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ez nem ugyanaz, mint a horoszkópjában, hanem itt szemben állnak, valami tükröződött számára. Hogy ő ne a múltat élje, hanem nézze ezt a kiutat, a lehetőségeket. És te nyújtottad számára ezt a lehetőséget. Szeptember végén Rahu elhagyta az ikrek jegyét, most
a bika jegyében van, nem tudni nála, melyik életházban, mivel nem tudjuk azt, hogy hány órakor született, az ő horoszkópjában, a bika jegyében nincs bolygó. Kétú a lefele mozgó holdcsomó szeptember végéig a nyilas jegyében volt. Ott aktivált nála ilyen kármikus témákat, és ez a kétú a múltat jelenti. Az ő horoszkópjában ez egy fontos terület, mert az ő holdja a nyilas jegyében van, a nap is a nyilas jegyében van, Merkur bolygó is a nyilas jegyében van, és Ráhu, a felfele mozgó hold csomó, szintén a nyilas jegyében. Mivel a nap és a hold mindkettő ugyanabban a jegyben van, az azt jelenti, hogy ő egy új hold napján született. Merkur bolygó utal az ő gyermekkorára, ifjúságára is, és itt keres egy kiutat. Itt vannak témák, ami a szülői házat illeti, mert a hold az szimbolizálja az anyukáját, a nap szimbolizálja az apukáját, és Merkur bolygó szimbolizálja őt, mint gyermek. És Rahu mutat itt egy irányt, amit ő nem ismer, és keres, a lelke keres itt egy kiutat. Szerintem ezeket a gyermekkori emlékeket le kell, hogy zárja. És az elmúlt másfél évben ő ezt érezte nagyon intenzíven, mert itt mozgott ez a lefele mozgó holdcsomó kétó. Másfél éven keresztül. Kétú áttért most a Szkorpión jegyébe, az ő horoszkópjában Neptun bolygó van a Szkorpión jegyében, az utal az ő álmaira és vágyaira. Szaturnusz bolygó, az a sorsnak a bolygója, őrzi a kármikus témákat is, ez évben és jövőre is a bak jegyében lesz, az ő horoszkópjában Vénusz bolygó és Jupiter bolygó van a bak jegyében, és ez a Szaturnusz mozgás aktiválja ezt nála. Hogy melyik életterületen, azt nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született, de át kell Szaturnusz bolygó, ez a mozgó bolygó, az ő Vénusz bolygóján, az ő Jupiter bolygóján. Jupiter adja a lehetőségeket, meg a szerencsét, Vénusz meg kihat a szerelmi élet területére. Itt lesznek sorsdöntő változások, döntéseket fog hozni. És most megnézzük ezt a jóslást, ez a te képed, ezek a te kártyáid itt ennél a kármikus témánál. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. A kettes szám utal erre a párkapcsolatra, ami így köztetek van, és a kelyhek az érzelmekre. Mivel ő is itt látható ezzel a kehellyel, az azt jelenti, hogy ő szeret téged. Ha visszatekintünk a múltra, mindig vannak témák, amit meg kellene őrizni, mert az erősít bennünket. És mi ez az előny számodra? Nézd itt ezt a lovas férfit. A kezében van ez a kard, és ezzel a karddal elvág valamit. Mégpedig a félelmeket. Túl teszi magát a félelmeken, és komoly döntéseket hoz, mutatja a levegő elemét. De ez nem az a szürke levegő, hanem tiszta levegő. Ez, amit te nagyon jól tudsz, akármilyen helyzetben vagy, és félelmeid vannak, te ezen gyorsan túlteszed magadat.
még mindig a múltnál maradunk, vannak olyan emlékek a múltból, amit jó lenne, ha lezárnánk, mert azon könnyekkel van tele, és kivált nálunk szomorúságokat. Itt ez a férfi mutatja, hogy mire ügyelj, vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez jelenti a föld elemét, az pedig a reális dolgokat. Amilyen az elképzelésed, az álmaid, a vágyaid, higgy abban, hogy ez megvalósul. Azon kívül ez az arany érem mutatja az értékeket. Mi értékes számodra? Például ez a párkapcsolat, vagy ez a férfi. De te is értékes vagy számára. Ez a te hited, ezt javítanod kellene. És mi a kulcs a te kármádhoz, azt mutatja itt ez a férfi. Itt nagyon nehéz, mert ő sok mindent kell, hogy cipeljen, de gondolkozz el azon, muszáj ezeket cipelni, vagy tedd le, és akkor érzed ezt a könnyűséget. Jobban mennek előre a dolgok. Ha én ezt a kártyát megtekintem, nekem mindig egy tolvaj látható itt ezen a képen, és ha így van, akkor vannak félelmei, hogy elveszítesz valamit, az értékeket, vagy ezt a férfit. Tedd túl magadat ezeken a félelmeken. Mit értél el eddig a sikereidet? Itt ez a kehely mutatja, ez olyan, mint egy belső forrás, ez a te belső hangod, vagy intuíciód, ezt te most érzed, hogy ez téged segít az élet utadon. Ez a belső hangod. Ez neked sikert hozott, és így lesz a jövőben is. Mit tudsz javítani az élet utadon? Ezt mutatja itt ez a király, és fontos döntéseket hoz. Szerintem ez nem a te tartásodat jelenti, hanem ezt a férfit. Higgy abban, hogy ő döntést fog hozni, és téged fog választani. És mi a leckéd, azt mutatja itt ez a hölgy, és utal erre a könnyűségre. Ez olyan, mint egy tánc, és látható itt körülötte ez az energia, amit aurának vagy kisugárzásnak nevezünk, ez belülről jön, a gondolatokból, meg érzésekből. És hogy tudod a lelki világodat megjavítani, vagy az érzelmeidet, mi legyen a hited, azt mutatják itt a kelyhek, ezek az érzelmekre utalnak, és a kép jelent itt egy családot. Lesz ez a családi kötöttség kettőtök között, és a 10-es szám utal egy új kezdetre. Egy új ciklus kezdődik nálad, és ez a kis baba természetesen utalhat egy kisgyermek születésére, de szimbolikusan jelent egy új kezdetet, kettőtök között mutatja a jövőt, és az arra utal, hogy ti együtt fogtok élni. Mi az isteni suttogás? Mit tudna a jó Isten közölni veled? Ezt mutatják itt ezek a kelyhek. Minden kehely utal egy álomra, egy vágyra, egy kívánságra, és éld ezt. A 9-es szám az a korlátozásokat mutatja, de lépj át ezen, bízz abban, hogy az álmaid megvalósuljanak. Jelen pillanatban még befele kell, hogy tekints, időre van szükséged, neki is időre van szüksége, hogy a jövőben ezt a két kelyhet itt éljétek, ugyanúgy, mint ahogy itt látható is, ez a párkapcsolat, ez a szerelem, kettőtök között. És a jövő, a kármikus téma, amit ki tudsz egyensúlyozni, miben kell, hogy higgy, ez a te saját erőd, kisugárzásod, és te uralkodni fogsz a helyzet felett,
uralkodni fogsz a gondolataid felett, uralkodni fogsz az érzelmeid felett, és a kármikus témák felett is. A jövő itt látható, ez a párkapcsolat. Egy boldog párkapcsolat. Kedves A és A, így tudtam a kármikus témát elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!